a repülőtéri emberünk most már hazaérkezett, szerencsésen, és amit láthatjuk, éppen bepótolja. Ételhez jutottam. Mint Latinovics Zoltán a Szigvárdban a legszebb pillanataiban. De ez azért lehetséges, mert a szállodánktól mint egy 2 perc gyaloglásra van egy nagyon jó gyors étterem. Mondom a nevét is, mert tudtam, a Magyarországon ilyen még nincsen, úgyhogy nem reklám, a Nandos. Elsősorban csirkében utazik. A csirkebörgertől kezdve a csirkés pitán át a grill csirkéig mindent lehet enni, és nagyjából minden este átjárunk ide valamit enni. Természetesen a szurkolók is ide járnak vacsorázni, már akik a mi szállodánkban laknak. És ilyen nagyon-nagyon kedves, jó pofa, és nagyon szolgálatkész személyzet van a Nandosban. Vannak a kedvenc pincérei. Gyorsak, vidámak, és itt jön a menü, ezt is gyorsan megmutatjuk. Na, kis nyálcsorgatásra, igen. Ő pedig a kiviszi. Kicsit most nem értette, hogy minek filmezem, de nem baj. Na, hát itt vagyunk. Viktor, jól laktál közben? Nem, köszönöm. Akkor folytatása következik. Na, és aki esetleg nem a csirkét szereti, itt a Nandos mellett van egy másik szórakozó hely, ahol meg... Hát igen, ilyen barbecue party van, vagy valami grillezés. Itt kint az utcán egyébként. Itt az alapanyag, és aztán készül belőle a sok finomság, és ha valakinek kedve van, akkor az ide jön és vesz belőle. Na jó, hát akkor most már gyomornedveket ezek után hagyjuk. Ah, come on, get some!